Mi hiányzik most a leginkább a szlovákiai magyarság életéből? Az összetartás, de az nagyon, pedig az eredmény, közös munka, összefogás nélkül nem fog sikerülni. Neszméri Gyurkovics Róza, mint egy ismét megjelölve az utat, amelyen járva számára sem lehet más irány, évtizedek óta. Ne feledjük el soha őseink honát, ám magát a konfibúnak senki ne adja át. A siramkozás úgyse szerzi vissza, ami elvétetett, és tengerni könyvnél többet ér egy cseknyitett. Ennyi és nem több, amikor közösségünk nevében a szabad elvű média műhely Európa érmére érdemesnek mondom Neszméri Gyurkovics Rózát. Vagyis nem tengerni könyv, hanem te. Köszönöm szépen. Díjazott, tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink, kollégáink, gratulálok nagyon, és külön örültem, amikor fölkértek, hiszen annak idején majdnem egy évtizedén kaptam az első ilyen kérvet, hiszen egy felvidéki harcostársunk kapta. Nézzékkel, zavarban vagyok, mert azok, akikkel vettem, megkaptam, azok sokkal több mindent tettek le az asztalra. És én úgy érzem, az én újságírói pályafutásom, az egy közkatona pályafutása volt, és engem olyan értékrendben neveltek föl, amelyből azt hittem magammal, hogy a lehető legjobbat, a lehető legjobban a közösségemért, és Isten áldja meg ezért édes jó szüleim emlékét, és Isten áldjon meg mindenkit, aki mellettem maradt, mellettem állt akkor, amikor olyan szakaszához érkezett az életem, hogy nem volt ajánlatos ott maradni mellettem. Azon még el kell gondolkoznom, hogy ez az európai érem mit is jelent nekem tulajdonképpen. Köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt, aki javaslatot tett rám, de mondom, még majd meg kell vizsgálnom azt, amit eddig tettem, hogy igazán kiérdemeltem. Köszönöm mindenkinek. Aki beleöl néhány évet abból, abba a életéből, hogy legalább megpróbáltam valamit tenni, amelyeket időnként szilencium követni, majd újra próbálkozhat valaki. A gyötrésnek különféle módszerei nem csak 90 előttre vonatkoztak, hanem vonatkoztak mára is, meg a jövőre is. Tehát még egyszer ennek szellemében hiszem, hogy talán érthetőbb, hogy miért is gondoltunk Neszméri Gyurkovics Róza kitüntetésére. És mi, ahogy én majdnem minden írását ismerem, ami az elmúlt 20 évben született, meg azoknak a gondolatait is ismerem, amelyeket a rendszerváltozás előtt nem írt meg, ezért csak azon csodálkozom, hogy miért nem ő volt a nulladik, aki megkapta ezt a érmet. Hadd gratuláljak elsősorban Rózának, akivel a pályán aránylag hosszú ideje nők esetében nem is illik már fagadozni, hogy milyen régen fut egy kicsit párhuzamosan. Persze én nem írok, én a kérdezet vagyok. Rózára a sors sok terhet rót, és nem bánt vele kesztyűs kézzel. Akármely is törhetett volna, a sok teher alatt mégsem ez történt. Egy hihetetlen kemény embert vágott belőle a sors, akinek a kérdései olyan élesek, mint a penge és húsba vágnak, ezt én is kipróbáltam néhányszor. Olyan tükröt állít elénk, pontosan ennek eredményeként, amiben nem szívesen nézünk mindig. De valahol mindig közelebb visznek az igazsághoz. Azt mondják, hogy kisebbségben lenni és magyarnak lenni
kisebbségben, az önmaga is egy elhivatottság. Hát még egy olyan újságírónak lenni, akit az élet, a sok minden, a politikai, a magánélet, és sok minden más terület nem töri meg, a gerincét nem teszi flexibilissé, aki nem úgy rövidíti a szöveget, hogy azt mondom valamiről, hogy nem jó, akkor az újságban másnap úgy jelenik meg, hogy azt mondtam, hogy jó. Igaz, hogy ez is benne volt a válaszban, csak éppen a válasz nem erről szól. A szlovákiai magyar sajtóra sajnos ez a jellemző. Én azt hiszem, hogy az európai érem nem is kerülhetett volna jobb kezekbe, és szeretném megköszönni mindenkinek a döntését. És ha Róza ma úgy érzi, hogy el kell gondolkodni, hogy miért is kapta, én azt hiszem, hogy ösztönzésül kapta, hogy még sokáig tegye azt, amit tett, mert szükségünk van rá. Köszönjük, hogy vagy nekünk.